Újabb nagy munka és sikeres pályázat végére ért a Pedagógiai Intézet. Ezerarcú világ címmel két fél éves szakmai programot állítottak össze a környék iskolásainak. A záró rendezvényen több mint 40 gyerek tanult hagyományokról és szokásokról, népi eszközöket mutattak be nekik, és viseletes babákat is készíthettek. Közel 40 kis diák vett részt ezen a programon, és Zorkóczi Éva néni, aki a kerületünk népi iparművésze, babakészítő mester, az ő segítségével a magyar tájegységek viseleteit készítették el a gyerekek. Ezt nagyon precízen összekészítve kaptuk, és tájegységenként mást-mást készítettek a gyerekek, tehát 40 féle baba öltözék született. Most vagyunk a tavaszi napforduló után, és jövő héten lesz egy nagy-nagy ünnep. Szerintem tudjátok, hogy melyik lesz, hiszen szünet is kapcsolódik hozzá. Húsvét! Ugye lesz a húsvét és a húsvéti szünet. Az elmúlt két fél évben a gyerekek saját mesekönyvet készítettek. Megismerték a régi iskolák könyveit, írtak lúd és náttollal. Megtanulták a könyvkészítés néhány titkát, ördöglakatot, régi játékokat készítettek, a legkisebbek öltöztető babát is csináltak. Minden iskolában más programot állítottak össze, a havi szakkörök jelenleg is folynak.